Jó estét kívánok! A mai esti mérlegben az innováció és a tudomány játssza a főszerepet. Megkezdte működését a Prosperis Alba Kutatóközpont, és az Alba Innovár egy új robottal gazdagodott. A ma esti mérlegben ezzel foglalkozunk. Tartsanak velünk! Székesfehérvár arra készül, hogy 10-20 év múlva is erős az ország életében meghatározó megyeszékhely legyen. Ebben nyújt segítséget a most megalakult és működését megkezdő Prosperis Alba Kutatóközpont. Az intézmény a jövőben a város fejlődését segíti majd tudományos munkával. Székesfehérvár közgyűlése augusztusi ülésén döntött az intézmény megalakításáról. Sikerről, boldog jövőről szól gyakorlatilag a név és maga a kezdeményezés is, mégpedig a város és a város közösség és a városban élő egyének sikeréről és boldogságáról és boldogulásáról is. Ugye azt szerencsére elmondhatjuk, hogy Székesfehérvár a magyar, de nyugodtan mondhatjuk, hogy a közép-európai városok között is egy erős, fontos város. De tennünk kell azért, hogy 10, 15, 20, 25 év múlva is erős, fontos város legyen, és az akkori élők számára mindent meg tudjon adni, amit majd a 21. század a ma évtizedeiben egy városnak, egy város közösségének meg kell adni és meg kell kapni. Gyakorlatilag ez az alapgondolata ennek az intézetnek, mert hogy azt viszont be kell ismerni, hogy ebben nagyon-nagyon sok olyan kérdés van, ami tudományos hátteret igényel, amikor a válaszokat keressük, ráadásul olyan tudományos hátteret, ahol nem feltétlenül Magyarországon találjuk meg ezt, vagy nem feltétlenül magyar kutatások eredményei adhatnak nekünk ezekre a kérdésekre válaszokat. Magyarul kell, hogy legyen a városnak egy olyan kis kutatóközpontja, egy olyan kis tudományos központja, akik elérik azokat az egyetemeket, azokat a kutatókat, azokat a tudományos szakembereket Magyarországon belül, Európában, vagy éppen adott esetben Európán kívül, akik a bizonyos számunkra kihívást jelentő kérdésekben támpontokat, tudományos eredményeket, tudományos kutatásokat tudnak végezni, bizonyos szempontból segíteni tudnak nekünk a válaszokat megtalálni. Elérkezett az a pillanat, hogy túl tudjunk mutatni a jelenen, vagy a következő pár év gondolkodásán, és egy kicsit messzebb tudjunk gondolkodni. Nem 200 évre, hanem egy olyan időszakra, ami a ma itt élő embereknek a jelentős része vonatkozásában is érdekes lehet, hogy mi lesz 15 év múlva Fehérváron, hogy ahhoz nekünk ma milyen döntéseket kell meghozni. És igen, vannak olyan nyitott kérdések, amelyekben Magyarországon belül nem találunk válaszokat, mert nincs előttünk járó város. Mondok egy példát, a robottechnológia, és a robottechnológiának nem csak a gazdasági vonzatai, hanem a társadalmi vonzata is, hogy fog hatni Fehérvárra az, hogy az elmúlt két évben rohamosan megnőtt az itt üzembe állított, munkába állított robotoknak a száma, és úgy látjuk, hogy ez még további nagy arányt fog, még nagyobb arányt fog elérni. Ez hogy fog hatni Székesfehérvár társadalmára? Mit fog ez jelenteni a ma oktatásában, a fiatalok fele, de mit fog ez jelenteni a ma felnőttjei tekintetében is, az ő képzésük vonatkozásában mire lenne szükség? Ott a nemzetközi gyakorlat mi a feladata egy városnak, mi a feladata a gazdasági szereplőknek, adott esetben tudunk-e javaslatot tenni az állam irányába, hogy az államtól milyen segítség kellene ezeknek az élenjáró, a magyar gazdaság szempontjából élenjáró városoknak. Tehát gazdaság és társadalmi kérdések együtt jelennek meg. Komplex kérdések, komplex válaszokat kell találnunk. Hogyan képzelhetjük el így a kapcsolatot, milyen lesz a beszámolóknak formája és az elmozdulás előrefele? Folyamatos lesz a tekintetben, hogy milyen kutatási témákat választ a cég, hiszen részben a cég fogja megálmodni, részben nyilván a tulajdonos fog úgymond megrendeléseket adni ebben a tekintetben, de ez a témára vonatkozik, és nem az eredményre, hiszen az eredmény az pont az, amit a legőszintébben szeretnénk megkapni a tudományos kutatóktól. Emellett lesz egy negyedéves beszámolási rendszer a polgármester irányába, és lesz egy természetesen éves beszámolási rendszer a közgyűlés irányába, ugyanúgy, mint más cégeink, gazdasági társaságaink vonatkozásában. De én legalább ennyire fontosnak tartom azt, hogy lesznek folyamatos a nyilvánosság előtt történő, mondjuk úgy, hogy beszámolók is. Tehát amikor egy-egy téma feldolgozása olyan helyzetbe kerül, akkor azt egy-egy konferencia, egy-egy tudományos műhely munka számára lehetővé tesszük annak megismerését, és ez a széles nyilvánosságot is fogja jelenteni. A Prosperis Alba Kutatóközpont 8 feladatot fogalmazott meg a jövőre nézve. Az első legfontosabb az intézményesülés. Létrehozni egy olyan tudományos központot, amely a város leginkább érintő kérdéseket meg tudja fogalmazni, meg tudja szerezni, hozzá tud jutni a leghitelesebb forrásokból. Ennek a
ezen kérdések megválaszolásának, alapot adó tudáshoz, illetve egy olyan szellemi kört építsen, járuljon hozzá a helyi szellemi élet fejlődéséhez, amely hosszú távra meghatározhatja és támogathatja a város sikerét, jövőjét, erejét. Ez tehát az intézményesülés. Az intézményesülés, mert a másik nagyon fontos feladata, hogy amint már polgármester úr is több helyen hangoztatta, ez egy nagyon komoly nagyváros. Fehérvár egy fontos, erős város, nagyon jól működik most. Nagyon fontos, hogy ez ne tegye rövidlátóvá. Tehát attól, hogy most ilyen kitűnően működik, pontosan ugyanilyen bátran és jól nézzen előre a jövőbe, ha lehet a legpontosabb adatokon nyugodva, és próbáljon meg forgatókönyveket kínálni későbbi döntésekhez. Nem biztos, hogy ezek a forgatókönyvek mindig azok lesznek, ami bekövetkezik, de ha már abban részt tudunk venni, akkor mi alakítjuk a jövőnket, ugye ez azért hasznos. És a harmadik, hogy létesüljön egy olyan intellektuális, innovatív tudományos központ, amely a várost a nemzetközi szellemi életbe is be tudja vezetni. Nemzetközi kapcsolatokon, közös konferenciákon, kutatócseréken, ösztöndíjakon keresztül. Azt reméljük, hogy találunk olyan városokat és olyan példákat, amelyektől tanulhatunk, olyan kutatókat, amelyek, akik ezeknek a városoknak a fejlődésében részt vesznek, és azt is reméljük, hogy idővel mi is tudunk más városoknak adni jó gyakorlatot, jó példát. Ez tudományos, ez a központ. Tehát mi alapvetően rendezvényeket fogunk, tudományos rendezvényeket, kiadványokat, olyan tudományos ismeretterjesztő találkozókat, információközvetítés, tudománykommunikációt végezni, amellyel mindenkit, akit érdekel a város és a város jövője, illetve azt is, akit speciálisan érdekel a város és a város jövője, mert a gazdaságban érintett, mert az oktatásban érintett, mert a médiában érintett, tehát hogy őket is informálni tudjuk, rendelkezésre álljunk, miközben önálló javaslatokkal, gondolatokkal is elő tudunk jönni. Tehát ez a három fő cél, legyen egy ilyen, végezze a munkáját, vonja be az emberi erőforrást, nem szeretem annyira ezt a szót, de vonja be az embereket abba, hogy ezt a várost közösen fejlesszük, és végül helyezze el a tudomány térképén is. A központ a fiatalokat, diákokat is próbálja bevonni a munkába, a tudományos pályára készülőket és az érettségi előtt állókat. Tehát őt hívjuk adogatórobotnak, ő pedig a szortírozó vagy rendező robottal. Robotika, gravírozás, programozás, mindent a digitalizációról. A tanévvel együtt az Alba Innovár második évada is elkezdődött. Ezzel együtt gyakorlatorientált felnőttképzés indul a házban, az ország egyedülálló oktatási intézményében a csúcs technológiájú digitális eszközöket és rendszereket ismerhetik meg a látogatók, mindezt mostantól kibővítve. Viszonylag egyszerűen lehet ezeket az eszközöket kombinálni. A látogatók eddig főként a Pepper típusú robotok által mélyülhettek el a digitalizáció világában. Mostantól azonban még több lehetőség tárul az érdeklődők elé, hiszen itt vannak az úgynevezett dobot robotok is. Hamarosan egy digitális operátor képzés keretében ismerkedhetnek meg a felnőttek a digitalizációval. Ilyen lesz például a biztonságos internet használat, e-mail küldés, pályázatok megírása és azok elküldése. De a robotika élményeit is megtapasztalhatják a képzés keretében. Mostantól ugyanis ez a 4 mini robot erősíti az Alba Innovárt. Digitalizáció beteljesedése miatt egyszerűen szükség van arra, hogy tovább lépjünk, és nem csak a fiatalok fele forduljunk, hanem bizony a felnőttek fele is fordulni kell, illetve a foglalkoztatás fele is fordulni kell. A következő években annak leszünk szemtanúi, hogy nagyon nagy változások állnak be a foglalkoztatásban, egyre több robot jelenik meg a napjainkban, robotokkal kell együtt dolgoznunk, és bizony azoknak lesz könnyebb állást találnia, bármennyire hihetetlennek is tűnik ma, akiknek megvan egyfajta olyan képessége, hogy tud foglalkozni ezekkel a robotokkal, akár fejleszti őket, de nem csak fejleszteni, hanem akár kezelni, működtetni, javítani, szolgáltatási körbe részt venni, tehát együtt működni ezekkel a robotokkal. És éppen ezért most beindítjuk az Alba Innovár második évadjába a felnőtt képzési vonalat itt, aminek két része lesz. Lesz egy 2-3 napos felnőtt képzés, ami operátori, digitális operátorokat fog képezni, tehát olyan emberek, akiknek nincsen meg a
nem csak a képzettségük, hanem igazából szinte semmiféle tudásuk nincsen, azoknak lesz lehetőségük arra, hogy részt vegyenek olyan oktatáson, ami abszolút gyakorlatilag oktatás lesz, és akkor a különböző területekre, tehát akár egy e-mailt hogy kell küldeni, akár egy pályázatot hogy kell digitálisan megírni, és azt elküldeni, hogyan lehet vásárolni, és hogyan lehet biztonságos internetet használni. Tehát ez lesz egy ilyen 2-3 napos tanfolyam, és lesz egy másik digitális szakember képzésünk, az egy 8 hetes lesz, és ez pedig igazából arról fog szólni, hogy egy hogyan lehet ilyen optimális idő. Ez a 8 hét, ez azért is fontos, mert ezek az emberek aktív munkavállalók. És a munkáltatókkal megegyeztünk, tehát ilyen nagyon nagy vállalatokról beszélünk, mint az Arconic például, megegyeztünk, hogy ennyi időre elengedik őket, ennél többre nem, de ez alatt az időszak alatt érjük el azt, hogy ezek az emberek képesek legyenek ténylegesen ilyen robotokat programozni, és akkor ide is értünk a kérdéshez. És éppen ezért mi már egy jó ideje dolgozunk azon a kollégákkal, hogy egy olyan szimulációs rendszer behozzunk, ami egyrészt könnyen kezelhető, de szinte egy az egybe leképezi a lényegét, a logikáját, a felhasználási logikáját a nagyipari robotoknak, és egy Dobot nevezetű cég, ez egy kínai cég, annak a vállalatnak szinte az összes termékét megrendeltük, és akkor innentől tudunk ilyen egykarú robotokkal különböző manipulációkat végezni, akár bevonva szállítószalagokat is, tehát az árut felemeli, ráteszi a szállítószalagra, szelektálja őket valamilyen logika alapján, és valamilyen logika alapján elhelyezi őket valahova máshova. Ugyanakkor tudunk 3D-t is készíteni ezekkel a robotokkal, tudunk gravírozni is ezekkel a robotokkal, és ugyanúgy be is taníthatjuk, tehát nem csak programozhatjuk, mert alapesetben programozni kell a működése, nem csak programozhatjuk, hanem a kézmozdulatainkat is képes utánozni maga a robot, és akkor utána azt fogja csinálni, amit mi. Mit várnak egyébként ettől a fejlesztéstől? Azért rettentő nagy lépés történt itt az elmúlt egy évre, 365 napra visszatekintve. Én mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy nagy kihívás lesz a részvevő kollégákra is, tehát az Alba Innovál kollégáira, de legfőképpen azokra a dolgozókra, akik ezektől a nagyvállalatoktól jönnek el, és akkor itt 8 héten keresztül részt vesznek ezeken a képzéseken. Én igazából tényleg azt várom el, hogy ez egy olyan fókuszált képzés egy olyan fókuszált tudást ad, amivel ők olyan szinteket tudnak ugrani, amihez adott esetben éveket kellene járniuk, akár egy felsőoktatási intézményben, vagy akár egy technikusi képzésre. Tehát nem azt gondoljuk, hogy ez ki fogja váltani egy az egybe, viszont azokat az alapkészségeket, képességeket, azokat a felismeréseket, tehát a logikai lépéseket bizony azt meg tudjuk nekik tanítani, és azt még nem tettem hozzá, hogy ezt igazából nem csak egyedül csináljuk, hanem már megegyezésünk van az Alba Regia Műszaki Egyetemmel, tehát ők is beszállnak ebbe, és ugyanúgy, ahogy beszállnak majd ezek multinacionális cégeknek a kollégái is, és ők is bejönnek az Alba Innovárba, illetve mi kimegyünk hozzájuk, és közösen tanítjuk majd. Tehát ez egy olyan egyedi vállalkozás, ami még nem létezik, szerintem nem csak Magyarországon, hanem sehol máshol nem, ahol összefog a város, az ipar, az oktatás, és akkor valahogy egy ilyen nagyon gyorsított, nagyon gyakorlatias képzési programot valósítanak meg. És hát itt a 4 mini roboton kívül egy drónt is láthattunk az imént, az mire szolgál, és kik vehetik majd igénybe? A nyár a legnapszerűbb pillanatai azok voltak, amikor táborok voltak, gyerekek csillagos szemmel, különböző feladatokat, vagy különböző projekteket kipróbálhatták, és akkor valahogy itt eközben így feltűnt ez az internetes, virtuális világba a robot is, pontosan ez a drón is, ez egy elég friss valami, nagyon könnyen összerakható, ez is egy programozható, kézzel is vezérelhető, de programozható is, és igazából kipróbáljuk majd a srácoknál, hogy ők ezt élvezik-e, hogy egy ilyet tudnak programozni, és hogyha ez így beválik, akkor lehet, hogy rendelünk többet, és akkor ezért én azt gondolom, hogy ez a kisebb gyerekeknek a kategóriája. A képzésen néhány hónap múlva a Székesfehérváron működő nagyvállalatok dolgozói vesznek majd részt, mintegy 8 héten keresztül, ami, mint azt a város polgármestere mondja, nagyon fontos, hiszen muszáj haladni a modern kor technológiájával,
fel kell venni a ritmust a digitalizáció világával. Úgy gondolom, hogy Székesfehérvár az biztos, hogy az élmezőnybe tartozó város az európai gazdaságban is. Most már az egyfőre első robot okszáma tekintetében az elmúlt két évben nagyon-nagyon-nagyon sok kisebb-nagyobb vállalat, külföldi és magyar tulajdonú vállalat egyaránt tért át, vagy egészítette ki a termelését robottechnológiával. Egyébként kisebb és nagyobb cégek egyaránt, és mindegyiküknél azt tapasztaljuk, hogy nagyon fontosnak tartják, hogy valamilyen módon ez az oktatásban, a képzési struktúrában megjelenjen. Ezért hoztuk létre magát az Alba Innovárt, és most már ugye ennek a második tanévét nyitottuk meg a mai alkalommal. Az első tanévbe több mint 5000 fehérvári iskolákban tanuló fiatal jött el és ismerkedett a digitális technológiával. Emellett nagyon sok felnőtt, nagyon sok pedagógus is járt itt különböző programokon, és hát a nyári táborok is nagy sikerrel mentek. És ez most kiegészül a második tanévben már egy olyan mini robotsorral, ami kifejezetten szimulálja a nagy, az iparban található robotokat, illetve azok programozását, és ez már a felnőtt képzésben lesz használva. Tehát ide már a jelenlegi fehérvári gazdaságban dolgozó szakemberek fognak jönni különböző vállalati programok keretében, és fogják ezen a szimuláción keresztül megtanulni a robottechnológiának a használatát, logikáját, programozását, amit aztán bármilyen más robottal is fognak találkozni, már fel fognak tudni használni a gazdaságban. Azaz gyakorlatilag itt megjelent már a felnőtt képzésben is ez a technológia, és azt gondolom, ennek a háznak alapvetően ez a célja. A gyerektől a felnőttig mindenkinek adja meg a lehetőséget, hogy ezzel a dologgal megismerkedjen. Tetszik vagy nem tetszik, ez már itt van. Ezzel kell együtt élnünk, és föl kell rákészülnünk az egyénnek is, a cégeknek is, és azt gondolom, hogy ebben az önkormányzatnak és az államnak pedig van dolga, hogy segítse, és a különböző nevelési oktatási programokba beemelje. Most ezek a robotok már saját egyébként magyar nyelvű oktatási tematikával is bírnak, tehát aki ide eljön, azt gondolom, hogy óriási lépést tesz abban előre, hogy a digitális világban is jó, magas egzisztenciát biztosító munkahelye legyen. Példamutató vagy példaértékű az a fejlesztés, ami itt tapasztalható a városban. Fontos, hogy az országnak megmutassuk azt, hogy mink van, és hát, hogy esetleg ezt átvegyék tőlünk. Igen, ezt mindig mindenhol elmondjuk, hogy azt gondolom, hogy ez egy most már olyan mintaértékű program, amelyik működik, tehát ez létre lett hozva viszonylag gyorsan, egyértelmű, hogy mire van szükség, megvan hozzá az oktatási tematika fiataloknak és felnőtteknek egyaránt, és úgy gondolom, hogy igen, minél több településen egy-egy ilyen központnak létre kellene jönni, különös tekintettel ott, ahol már eleve a gazdaság ezt szükségessé teszi. Emellett az is látszik, hogy nekünk is van benne dolgunk, tehát nem lehet hátradőlni, hiszen akár az egy év alatt vagy fél év alatt is rettenetesen sokat fejlődött ez a technológia, adott esetben akár annak a logikája is, és ezért fontos, hogy újabb és újabb eszközökkel, újabb és újabb programokat lehessen elindítani. Az első digitális operátori képzés szeptemberben indul, a digitális szakemberképzés pedig várhatóan novemberben kezdődik az Alba Innovárban. Az esti mérleget látták, holnap újabb témákkal várjuk Önöket, viszontlátásra!